Sziasztok és üdv újra, itt én Arni vagyok, és a mai részben a címtegekről, illetve a paragrafus tegről fogunk beszélni, és a paragrafuson belül pedig kitérünk a BR és a HR tegekre. Kezdjük is a címtegekkel. 6 darab címtegünk van, H1-től H6-ig, szóval H1, H2, H3, H4, H5 és H6, és ezeket a címtegeket nagyjából ilyen strukturális dolgokra használjuk. Fontos megjegyezni, hogy H1-ből egy weboldalon ajánlott csak egy darabot használni, mivel csak egy címe lehet a mi dokumentumunknak. Képzeljünk el egy könyvet, például Petőfi összes, vagy akármilyen más könyvet, amit szerettek, annak is csak egy darab címe van, és az illető könyvön belül pedig vannak fejezetek, amiknek más címük van, de azokat már H2-es tegekkel modellezzük. Itt van a mi dokumentumunk is, a recept, és itt is van egy fő cím, a receptek, és azon belül minden recept ilyen heading 2-vel itt látjátok a változásokat, szóval belekatintok a receptbe, akkor heading 1-et mutat, ha meg ebbe a jogkurtos lágosba, akkor heading 2-t mutat. És ha létre akarok hozni egy új receptet, például a húsleves receptjét, akkor egyszerűen ezt ilyen heading 2-re állítom. És akkor itt tudom majd, hogy egy új recept jön. És ugyanígy az elkészítésének és a lépéseknek más-más headingük van, vagy más-más címük, ami újból ebben a hierarchiában egyre mélyebbre megy. Mivel mi egy vázlatot hozunk létre, ezért egy dokumentumnak is van vázlata, ha jól használjuk ezeket a címeket. Ha itt megnézitek, akkor láthatjátok, hogy a recept az, az itt kívül van, szóval az minden felett áll a recept, mivel ő a heading 1, vagyis a címe a dokumentumunknak, van a jogurtos lángos, ami egy darab recept, ő egy H2-es, és van a húsleves, ami egy újabb recept, és a jogurton belül pedig vannak ilyen alcímek, és vannak ezek itt a hozzávalók, amikhez hozzányúlunk egy kicsit a következő videóban, és ezek már nem H4-es tegek lesznek, hanem valahogy egy listával fogunk itt szórakozni. De arról a következő részben. Ezek lennének a címek, és ezeknek ilyen szerepük van. Mi szépen megfogjuk, leírjuk az összeset, hogy lássátok a böngészőben, hogy ők hogy is viselkednek. Azt még tudnotok kell, sok mindent kell tudnotok, de ezt főleg, hogy minden egyes böngésző rendelkezik úgymond a saját default, vagyis ö, alapbeállításaival, valami a stylingot, vagyis a stílusokat tekinti. Így, ha ez a high -tag így néz ki chrome lehet nem így fog kinézni egy Firefox-ban, mivel itt a böngésző tesz rá még széleket, megnagyobbítja a karaktereket, STB, STB. Írjuk is le, ami 6 darab H tegünket. Kezdjük a h 1 el amit már használtunk. Ezután írunk egy H2-t, egy H3-at. Fogok nektek mutatni egy trükköt, szóval azért írogatjuk ezeket le így külön, és még nem teszünk bele tartalmat. És írjuk le az utolsót, a H6-ot. És most, ha ide kattintok a H1-be, és lenyomom a ctrl altot és a lefelé nyilacskát, akkor ő így szépen kijelöli nekem ezeket a helyeket, és ide tudok írni. És beírom azt, hogy cím, elem, elem, mínusz egye, és ha most lementem, és frissítem a böngészőmet, láthatjátok, hogy itt megjelentek ezek a cím elemek, és mindegyiknek más, és más, és más, és más a karakter mérete, viszont az megfigyelhető, hogy mindegyik bold, vagyis telt karakterrel van írva, viszont ezt ti CSS-ből változtatgathatjátok, hogy hogy nézen ki, de viszont HTML-ben nem azt nem hogy css akkor ezek így fognak kinézni. Itt van egy hatalmas felkiáltó jel, ha te azt szeretnéd, hogy ilyen méretű legyen egy paragrafusod, akkor neked az CSS-ben kell módosítanod, és nem az lesz, hogy hátegeket írsz, csak azért, hogy ilyen szép nagy legyen az a, az a font, meg a teltség, meg minden. Ennyi lenne a címteg, és a címtegeknek a legfontosabb része az, hogy, hogy kreálj egy vázlatot a mi weboldalunkról, és ezt a vázlatot kell szem előtt tartani, amikor HTML kódot írunk. Következő, az a paragrafusok, mint látjátok, itt is vannak ilyen bekezdések ahol a receptjeink vannak, vagyis a lépések a receptekből, és mi is létrehozunk itt paragrafust, már van egy, ez a by Arnie webdev, de hozunk létre egy új paragrafust itt, Töröljük ki itt mindent, jó? Ne, ne szavarjon az be, így. És hozunk létre egy paragrafust. Legyom a p leütöm az enter -t. Visual Studio code van ilyen beépített szöveggenerátor, amit a Lorem, mert hoztatok elő, és itt beírtok egy számot, hogy hány szót akartok. Hát én akarok, hogy 60 szót, jó? És akkor ő generált nekem egy ilyen random lorem ipsum szöveget, ami azt nem latinul van. És ha most frissítek egyet az oldalon, akkor itt van ez a szép paragrafusom. Gyertek, tegyünk ide egy h egy így, és kegyetlenül másoljuk bele ezt a struktúrát, jó? Így beleírjuk azt, hogy receptek így, és a title is a mi kis oldalunknak átírjuk receptekre, és ha most lementem, és frissítem, akkor receptek, és ott van az első recept. Sőt, még ide belemásolhatom ezt a szöveget is nem teszek még egy péteget, hogy egy kicsit haladjunk a mi kis projektünkből is, és akkor ide teszek egy H2-es és majd akkor játszunk azon a Lorem Y-on, írjuk be azt, hogy jogkurtos, lángos, most lementem, vala. Voilà. Megjelent. Szóval a paragrafus. Paragrafus az maga mindig, mivel egy blokk elem, ezért ő mindig egy ilyen új sorba íródik a mű. De ha én például egy paragrafusba itt a fuga szó után leütök egy ilyen tert, én azt várom el, hogy az egy új sorban kezdődjön a paragrafuson belül. És ha lementem, és itt frissítem, akkor nem történik semmi. Szóval ide rakhatok kis millió sortörést, ha frissítem, ez ugyanott lesz. Ha megnézitek a forráskódot, akkor viszont ott már másképp vannak a dolgok. Ott majd látjátok ezt a csomó space-t, ott azt az üres helyet, viszont mégsem történik meg a sortörés. És erre, most ezt kitörlöm, így, és erre használjuk a BR teget, ami lényegében sortörést okoz. És ha most lementem, és frissítem, akkor ez a fuga, nostrum, ez ugyanazon a paragrafuson belül lesz, viszont új sorban. A HR pedig egy ilyen strukturális elem, ő lényegében 21 vonalat. Öh, és sikerült leírni a HR, szóval ő egy plusz sortörést visz be, és 21 vonalat ezzel lényegében olyan, mintha még erősebben, még markásabban elválasztaná mi tartalmunk, az, hogy belőtt a egy vonalat, és úgy, amikor olvasod, akkor már tudod, hogy ott valami más jön. Például volt a magyar szöveg, és utána jött egy latin. De ezt a HR-t ugyanúgy meg lehet csinálni, itt a szövegen belül is, és akkor lényegében van, lesz egy paragrafusunk, amiben el vannak választva ezek a dolgok. Őszintén szóval én nem nagyon szoktam használni ezeket a HRBR tegeket, hanem inkább generálok egy másik P-teget CSS-ből megpróbálom úgymond elhelyezni az oldalon. Viszont aki használni akar őket, és ezzel akarja tördelni a tartalmát, az megteheti nyugodtan. Erről a két kategóriájú tegről, a címről és a paragrafusról ettől többet nem éri meg beszélni, mivel lényegében nekik struktúrális szerepük van. Azt kell szemben, tartjuk, hogy ha mi készítünk egy weboldalt, akkor az a weboldal információt szolgáltat azok számára, akik felkeresik és ahhoz, hogy az információ megfelelő struktúrában jusson el a felhasználóhoz, ahhoz nekünk szükséges egy ilyen átlátható vázlatot prezentálni neki, és a megfelelő tartalmat. És a vázlathoz, az oldal vázlatához ott vannak a címtegek közti hierarchiák, illetve a tartalomhoz, az olvasandó tartalomhoz, meg van képi tartalom is, ahhoz pedig ott vannak a paragrafusok. Következő részben kitérünk a különböző listatípusokra, mivel mi szeretünk listákat vezetni a való életben is, több mint valószínű, így hát szeretnénk látni listákat a weboldalainkon is. Én arri voltam, ha tetszett a videó, dobd rá egy lájkot, like illetve ha még nem tetted meg, iratkozz fel. További szép napot! Sziasztok!